8 emelet magasra kellett felsétálniuk a toronyugróknak a budapesti vizes világbajnokságon. A tavaly júliusi rendezvény egyik jelképe a Duna partján felépített ugrótorony volt. A medence talapzatát a folyóba építették bele. A vizes világbajnokság költségét a szervezők eredetileg 24,5 milliárd forintra becsülték, de végül a 130 milliárdot is túllépte. A rendezvényt lebonyolító cég, a BP 2017 Kft. Nyilvánosságra hozta a tavalyi éves beszámolóját, amit az M4.hu vett észre. A cégnek összesen 4,6 milliárd forint árbevétele volt. Ezen felül 49,5 milliárd forint támogatást is kaptak. Hogy pontosan kitől, mennyit és mekkora része volt közpénz, azt nem részletezték. A BP 2017 Kft. Így is 93,1 millió forintos veszteséggel zárta az évet. A záróünnepség után az akkori fejlesztési miniszter Sesták Miklós azt mondta, a versenyekre 485 ezer szurkoló váltott jegyet, köztük sok külföldi. A legtöbb jegyet külföldről, Nagy-Britániából, Németországból, Franciaországból és az Egyesült Államokból vásárolták. A jegyértékesítésből összesen 806,5 millió forint folyt be. A rendezvényt lebonyolító cég ennek csak nem 13-szorosát költötte marketingre, összesen 10,2 milliárd forintot. Ez például az egyik hivatalos imásfilm. Több hasonló készült, sőt a világbajnokság vége után további 9 kisfilmet rendeltek be a rendezvény legemlékezetesebb pillanatairól. Akkor azt közölték, ez a VB úgynevezett utókommunikációjához kell. A cég több mint 2 milliárd forintot költött bérekre. Az M4.hu számításai szerint ez azt jelenti, hogy az ott dolgozók átlagos bruttó bére meghaladta a havi 780 ezer forintot. A Jobbik szerint nem normális, hogy nincs részletes elszámolás a költségekről. A vizes világbajnokság vége után még jó pár hónappal is újabb költségek merültek fel, a mai napig nincs elszámolás ezzel kapcsolatban, és sajnos az a gyanúm, hogy az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatosan is ugyanezek lesznek. Kerestük a vizes világbajnokság rendezőit és a kormányzati tájékoztatási központot is, de adásunkig nem kaptunk választ.